Az emberiség visszamenőleg több ezer éve használja valamire a fát, ugye öltözéknek, ruhaanyagnak, fegyvernek, építőanyagnak, tüzelőanyagnak, és különböző módokat próbált találni ahhoz, hogy minél könnyebben kitermelje az erdőben a fát. Így az egyik fontos folyamata a fakitermelésnek az, hogy a kivágott fát hogyan hozzuk ki az erdőből. Ami nem könnyű munka, saját fizikai erejét használt erre, használt hozzá állatokat, lovakat, bivajokat, egyéb állatokat, később traktorokat. Mai napon pedig láthatják mögöttem a legmodernebb eszközt erre, a legmodernebb gépet erre, az úgynevezett erdészeti kihordott forwardert. Ez a világon az egyik legmodernebb eszköz, ami jelentősen megkönnyíti a munkálatokat, humanizálja, egyszerűbb, megvigyázzuk ezzel az embereket is, racionálisan használjuk az energiát, valamint ez egy minőséges és sok éven használható gép. A mai napon láthatták, hogy néz ki az egész erdészeti folyamat, tehát hogy néz ki az, amikor az erdészek a régi erdőt kicserélik új erdőkre, hogyan tisztítjuk meg a terepet, hogyan működik ez a forwarder, és ezt az egész folyamatot hogyan tudja felgyorsítani. Igazából az erdészet lényege az, hogy tehát ahogy mondtam, a régi erdőt felcseréljük, kicseréljük új erdőre, a fennmaradó fa nyersanyagot felhasználjuk gazdasági célokra, és a régi erdő helyére új erdőt ültetünk, amely könnyebben megköti a széndioxidot és oxigéntermel, mint a régi kiszáradó klimaxfázisban lévő erdő.